faluban arról legyen, rád fogtanád, rázalkult a csúnyát. Ha nem lenne zár, réges-régen. Kedves és humoros történet a Péterfiben. Az iskola tanulói ezzel a műsorral ünnepelték Szent Mihály napját, az intézményben ugyanis hosszú évek óta nagy gondot fordítanak a hagyományok ápolására. Iskolánkban már több mint 10 éve hagyomány, megemlékezünk a régi népszokásokról, így a mai napon a Mihály napot idéztük fel, és ezen a osztályunk egy vásári komédiát adott elő a Rákóczi-Kertéres. A gyerekek rengeteg energiát fordítottak a műsor összeállítására, hiszen, mint mondják, ennek a napnak a szórakozáson túl közösségépítő szerepe is van. Én igazából a Rátóti Csikótojásban a bíró voltam. Ugye én azért szeretem ezt a vásárt, mert itt mindent lehet kapni, meg hogy saját kézzel készítettük a nagy részüket, és hát sokat készültem. Én is azért szeretem ezt a vásárt, mert ilyen sokan vannak, és a nagy része kézzel készített, meg jó, sok jó dolgot lehet itt kapni. Hát én is sokat készültem rá. Hát nem volt sok darab, de azért jó volt. Én a csősz voltam, és szintén a Rátorti csikótojásban. Én ezt a vásárt azért szeretem, mert itt barátok vannak, közösség van, és mindenfélét lehet kapni. Az öcsémék adták elő ezt a Mihály napi vásárt. Hát, nagyon olcsók itt a dolgok, szerintem nagyon szuper ez a vásár. Tavaly is nagyon izgalmas volt, meg most, szerintem most is az. A darab mellett az udvaron vásári forgatag várta a gyerekeket és a szülőket. A sok finomság és a kézzel készített termékek közül szinte választani sem lehetett. Rettentő fontosnak tartom, hogy ápolják ezáltal az iskolában a hagyományokat a Mihály napi vásár által, és nagyon jó közösségformáló szerepe van ennek a vásárnak. Összehozza a családokat, szülőket, gyerekeket egyaránt, mindenkit, és már napok óta készülünk, sütünk, főzünk, árukat gyártunk, ilyen különböző apróságokat, amit aztán a gyerekek majd eladnak egymásnak és a szülőknek egyaránt. A Péterfiben így ünnepelték az egyház ősi oltalmazóját, közösségben, szeretetben.